Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Színészport és sorozatunk vendége Kincses Károly, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, opera és operett énekese, és hát azt hiszem a Miskolciak közül talán nincs is olyan, aki ne ismerné az ön nevét legalább, hiszen 1999-től itt van a Miskolci Nemzeti Színházba. Nos, menjünk vissza valahova az időbe, és már is azt kérdezem, mert ugye olvastam önről, hogy faipari technikumba végzett. Na hát, hogy jön ez a színészethez? 26 éve vagyok itt, 98-tól, csak az első évben vendég voltam. Tehát bánk kezdtem itt, a petúr meg a második Endrét, még a jutocsánál, tehát a jutocsa hívott engem ide, illetve én, én kéreckedtem ide, az az igazság, igen, mert Debrecenből eljöttem, és 98-ban jöttem ide akkor mondta a jutócs, hogy hát szerződtetni nem tudlak, de, de hát van itt ez a bánkbán, ott már énekeltet, hát gyere aztán, akkor nézd meg ezt a, ezt a második Endrét. Hát aztán akkor idejöttem, voltunk itt sokan, énekelgették a próbákon, meg minden, és akkor valaki a petúrok közül megbetegedett, és akkor mondta a jutócs, hogy hát akkor élekedj már a petúrt is. Hát mondtam, hogy persze, természetes. És azt mondta, hogy hát mindegyiknél jobb a kincs, és úgy, hogy maradjon. Így aztán egy előadáson... Kapott szerződést? Nem, egy előadáson belül a mind a két szerepet énekeltem, tehát az első felvonásba Petut, a harmadikba a második endét átmaszkoltam, és akkor úgy meg volt, de én Egerbe voltam akkor hivatalos szerződésben, és akkor a második évben jutott, és azt mondta, hogy gyere át ide. És akkor itt voltam állandóan, de viszont ott még három évig vendégként játszottam egy gerben. Igen, hát az ön csodálatos hangját ismerjük, már mint a Miskolci hát, közönség. Volt, igen, ami volt. De, de még mindig nem ő, tudjuk, hogy a faipari igen, technikumtól mondott, milyen út vezetett a mondott, színpadig. Hát úgy vezetett az út, hogy roppant rossz tanuló voltam az általános iskolában. Hát később is, de lényeg az, hogy hát ha őszintén akarom mondani, semmi közöm nem volt a faiparhoz, a családilag sem. Mindenki. A nagyapám az kovács volt, és <laughs> vassal foglalkoztak. De apámnak ide volt protekciója. És akkor én ide kerültem. Na most viszont uh, uh, az egy nagyon jó iskola volt, rendkívül jó iskola volt. Én ma nagyon magas színvonalú. Ez hol volt? Alítás, is? A és a Faipari Technikum. Ma is van, csak már egy új épületben van. De lényeg az, hogy, hogy, én pilótának készültem. Tehát én sportrepültem, és, és minden áron oda szerettem volna menni. Oda is jelentkeztem a érettségi után, a repülőtiszti főiskolára nem vettek föl egészségi okok miatt, valamikor 11 éves koromban operáltak, és az már kizáró ok volt. Hála Istennek. Igen, ma már utólag ma már visszagondolva, vissza igen. Egy, hát minden gyereknek van valami mozdonyvezető tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász, de... Igen, az ilyen kisfiú olyan kukás autót szeretett volna vezetni ugye, mindig. Ugye, na, hát mondom, nem értem el ezt a fő célomat az életben és akkor nagyon el voltam keseredve, és akkor nagybátyám azt mondta, hogy hát szoktál az iskola minden ünnepségen szavalni, meg ott van ilyen színjátszó ott is mindig szerepelsz. Hát van egy ilyen iskola, hogy színművészeti. Van, van ilyen is. Jobb ilyen. Hát, mindegy, hát akkor már mindegy, nem repülök akkor. aztán repültem, mert onnan is repültem. Tudni, harmadik rostán a várkonyi és a súlyok volt a felvételiztető. Hát sajnos onnan elküldtek. Mert hát ö, ostoba fiatal ember, ugye, aki fogalmam se volt, hogy mit kell csinálni. Ahelyett, hogy az anyám tyúkját mondtam volna, ilyen, mindjárt egy ilyen veretes kosudia szerepeket tanultam meg, mint a Antonius Gyárd beszéde, vagy a Hekuba monológ. Hát jó kiröhögtek vele persze, nyilván, nyilván nem egy 18 éves gyerek nem tudja ezt úgy elmondani. De lényeg az, hogy, hogy a harmadik rostán ott én Este. Ez az az osztály lett volna, amiben a Kern, András, Verebes, Piros ez, uh -huh. ez az osztály volt. Akkor megsértődtem, mert hát hogy ki jönnek ahhoz, hogy engem nem vesznek fel. <laughs> És akkor én folytattam a szakmámat, ami nagyon sikeres volt, mert belső építészettel foglalkoztam, rengeteg dolgot terveztem, nagyon sok mindent csináltam külföldön is, többek között a... Szolvi, akkori Szovjet Unióval, Szimbirzkben a Lenin emlékközpontot építették a 100 éves évfordulóra, és én akkor az elektrokusztikai gyárban voltam konstruktőr, és egy, ők ilyen tolmácsberendezéseket gyártottak, és ahhoz kellett zsőjeszéket gyártani. És azt én terveztem, azt egy pályázat volt, azt én nyertem meg, és hát akkor kikerültem oda Szimbirzbe szerelést vezetni a Lenin emlékközpontba. De hát én mondhatom azt is, a Taskenti Magyar Napoknak az installációját szintén én csináltam ott biciklisztem Taskentbe egy hónapig. Úgyhogy, de nagyon sok mindent itt Magyarországon is, hogy várnak a belső berendezését. De Végül is annak sok oka volt, hogy én azt, azt ott hagytam, Egyrészt a szocializmusban a bérgazdálkodás, gazd ami volt, ez, ez borzasztó volt, hogy nem lehetett megfizetni igazán a dolgozókat, mert, mert volt egy bér alap, ugye, ami uh -huh. szétkett, akármilyen jól dolgozott valaki, ugyanannyi hártnek neki, de hát azt úgy felosztotta az ember, hogy mégis azért különbség legyen. Egyrészt más, és meg nem lehetett beszerezni modern szerszámokat. És akkor én azt mondtam, hogy na ebből nekem elég. Akkor indult ez a operettosztály, amiben hát ilyen túlkorosokat vettek fel, mint én is. Mert hogy hány éves volt akkor? Hát már akkor 27. Akkor már 27 voltam. De is. akkor legalább már érett hangja volt. Ö, igen, de nem volt előképzettségem, tehát én még színházba se jártam. Tehát nem, ez Megmondom őszintén, hogy ez úgy történt, hogy volt egy hölgy az életemben, aki a neves színésznek az unokóga volt, és én azt elmeséltem, hogy jelentkeztem valamikor, és ő beadta az én felvételimet a főiskoláson, engem behívtak felvételizni, amit nem vettem komolyan, akkor sem. Csak az első felvételi után az összes... Emberből én kerültem tovább. És akkor valahogy azt mondtam, hogy akkor ez az Isten újja, ott már félfő kell készülni a következőre. És akkor volt valaki, aki felkészített engem, egy profi. És hát onnan zsinorba, még a filmes osztályba is fel akartak venni, de akkor már én az operett osztályba <kül> felvételit nyertem. Úgyhogy hát nehéz volt, akkor váltam újságot hordtam ki, de rettentő nehéz volt az első idő addig, amíg be nem kerültem a Madács színházba. Mert hogy akkor elvégezte a főiskolát? Igen. És a Madács Színház volt az első? A Madács Színház a főiskola alatt volt. Ja, hát ott a gyakorlati a ott, uh -huh. ott játszottam a Madácsba. Nagyon kis, ilyen apróbb szerepeket, volt közepes szerep is, és hát jó volt. Csak aztán, amikor végeztünk, akkor, akkor egész oda volt ajánlatom. Másrészt meg, meg az Opera Színházba, a Vámos László tanár úr ugye, az Opera Színháznak a főrendezője volt, és azt mondta, hogy magának ott a helye. Mert hát, ugye énekeltem. És az, hogy mert mondja, hogy nem volt előképzettsége, akkor egyszerűen nem tudom, vagy a felvételin énekelt valamit? Igen, igen, a hegedűs ázt, tehát énekeltem, igen, és az megtetszett. Neki. De akkor gyakorolt azért, vagy, vagy hát azért... Hogyne. Tehát amikor én oda mentem, akkor már mondom, volt egy profi mm -hmm. ember, aki aki velem foglalkozott, sőt, hát ajánlott korepetítort, akinek nagyon nehéz dolga volt, mert én nem tanultam zenét. Nekem is nehéz dolgom volt, de a korepetitornak biztos. <laughs> Úgy, hogy... De lényeg az, hogy, mm. hogy, hogy akkor végül is az Operett színházba kerültem, és hát ott voltam öt évet. Azért ez egy nagy dolog volt, nem? Hát én akkor ezt nem mértem föl, mert hát akkor már benne voltunk ebbe a sodrásba, hogy, hogy, színházak vannak, és ki itt, ki ott, ki a Vix színházba, ki ott. Én a Madácsba voltam, mert hát azért fantasztikus emberek között. Panyol Izabellába kezdtem el, a Korbúj Péter helyett Szálltam be a dologba, a Félix szerepébe, és hát ott még a, a, hát a nagymadás, szóval az összes hatalmas színész ott volt, még a Balázs Samutól kezdve, tehát egy színpadon ott ezekkel, mint találkoztam. Ez egy olyan darab volt egyébként is, amiben majdnem mindenki benne volt. Elég nehéz volt, mert, mert ez egy ilyen, ilyen krakéler udvaronc volt, ez a Dom Félix, aki ott gúnyolódott a, a többi nemesen. És az egész udvar ott volt. Ez azt jelenti, hogy a Huszti Péter, a Almás Éva, a Hauman Péter, a mindenki, a csűrös karola. És hát egy fiatal kezdő életemben nem voltam színpadon. Ez volt az első. Erre hogyan emlékszik vissza? Hát ez nagyon kínos volt, mert ilyen feltételes reflexek jöttek, hogy elkezdett folyni az orrom az izgalomtól. És ez érdekes, hogy már akkor, amikor, amikor már nem izgultam, akkor is megmaradt. Tehát amíg ezt a darabot játszottuk nekem, ha bementem, a színpadra elkezdett folyni az órom. Valami allergia. Hát nem, nem a színpadra, hanem jó Isten tudja, szóval lényeg az, hogy az idegességtől. De hát aztán ezt nagyon szépen megúta egy egy tévéfelvétel belőle, és mai napig látható. Ez 1978-ban volt. És hát aztán az Operett Színház jött, és az Operett Színházban az Oberfrangéza vett a szárnyai alá, akkor a Szimf MÁV szimfonikus zenekarnak volt ő a, a főnöke, és főzeneigazgató lett az operett színházban. És elhatározta, miután a Németországban Felsensteinnek volt az asszisztense, és mikor meghalt a Felsenstein, hazajött, és elhatározta, hogy a tiszteletére azt a figarót, amit ott megrendeztek, ő is megrendezi. És már mindenki megvolt, csak figarója nem volt. És akkor azt mondta, hogy te leszel a Figaro. Hát, ugye, ez egy óriási szerep, egy módszert szerep. Hát mondtam neki, Géza, én egy áriát se énekeltem meg tisztességesen, én hogy fogom egy ilyen vastag könyvet megtanulni. És mondta, hogy ne törődj velem, majd én megtanítom. És sikerült. Hát, sikerült, igen. Úgyhogy azt is felvette a rádió, és hát egy húsz év alatt nagyon sok szólá is adták a teljes darabot. Úgyhogy így kezdődött az én pályám mindjárt egy ilyen főszereppel kezdődött. De akkor soha nem bánta meg, hogy a színészi pályára, vagy az énekesi pályára lépett? Nem. nem azt, azt, nem bántam meg, mert, mert ugye utána, hát Isten újja, ugye végül is, végül is amit én végig tudtam csinálni, az, az, hogy mondjam, hihetetlen még a magam számára, és ha nézem vissza ezeket a hatalmas... Igen, azért szeretet. csoda, vagy csodálkozik az ember, ahogy hallja, mert hát azért ezek az opera, operetténekesek arról számolnak be, hogy kicsi koruktól zeneiskolába jártak, zenét tanultak, zongorát tanultak, és akkor mondja, hogy önnek nem volt ilyen előképzettsége. Nem volt. Nem volt. Viszont akkor ezek szerint abszolút hallása van? Nem, nincs abszolút hallásom, csak nagyon jó hallásom van. Hála jó Istennek, mert hallás után tanulgattam én ezeket. meg. De, de erre hogy nem jöttek rá mondjuk gyerekkorában az iskolában? Hát rájöttek, mert mert olyan kilenc éves koromban beirattak zongorát tanulni. No, hát akkor csak én, volt valami. Ne, nem volt, nem, mert egy olyan öreg bácsit fogtunk ki, aki hát nem igazán volt a helyzet magaslatán, hogy egy éven belül abba is hagytam én ezt. De Aha. hozzá kell tenni, hogy a lustaságom is beleszólt, mert én nagyon nem szerettem gyakorolni, meg mit nem. nem. Én rossz fiú voltam, és csavaroktam állandóan ki. Voltam a Grundon, nem, nem, nem érdekeltek ezek a tanulás dolgok. Végül is, ugye, hát jártam az országot, mert Igen, felett, több színházban is volt, tudom. Van, most ez azt, azt mondja, hogy... És egy, azért leragadt itt Miskolcon. Jövőt a hetedik színház, amiben vagyok. De, De itt már végen itt van. 26. Mi volt az, ami itt tartotta? Mi volt, ami itt tartott? És tartja a mai Megmondom napig is. őszintén, egyrészt a biztonságérzet, én, én egy jáva ember vagyok ilyen tekintetben, amit a pénzügyeket illeti, a sárga csekkeket, azt mindig be akarom fizetni, és lehet, hogy egy, ha szabadúszó lettem volna, akkor többre viszem de én soha nem mertem ezt megkockáztatni. Tehát mindig ott maradtam, ahol mindegyik helyről tulajdonképpen úgy jöttem el, hogy, hogy mindig igazgatóváltás volt, és akkor hát az igazgatóknak... Itt is megért már egy igazgatóváltást, öt -öt. vagy kettőt, ötöt? -öt? Öt -öt. És akkor mégis maradt. Öt -öt. Hát maradtam, mert, mert végül is azért a szerepek azt bizonyították, hogy, hogy, hogy használnak. És hát az elején ez nagyon, hát még a, a Gergő, a Gergő volt a, a zeneigazgató, addig azért, azért az opera szerepekből is kijutott. Tehát azért igen, hiszen, hiszen itt Miskolcon azért éveken ment az Operet-fesztivál, vagy Opera-fesztivál, bocsánat, voltam, nem jól mondtam. Igen, ott azért mindig volt ugye szerepe, ne, fellépése. Hoffman meséi franciául, szóval olaszul a Rigoletto. De hát én rengeteget szerepeltem a, a, a Margit-szigeti szabattérin, uh -huh. ugye? És hát a Bakács téren a Koltai Gábor rendezéseiben mindig benne voltam, mindegyik operába. Könnyen tanul egyébként? Könnyen. Hát könnyen tanultam de akkor az, az, az nem csak a térdeket viseli meg, hanem az agyat is. Mindig emlegeti a kort, pedig hát ön még erejetejében lévő. 32 éves vagyok pillanatnyilag, belül <laughs> egyébként 76. Igen, hát letagadhat a korából. Tényleg letagadhat. Beszéljünk a díjakról. Tudom, hogy önnek van egy aranyfálcán és egy dériné díja is. Ezekről meséljen. Az aranyfálcán az hogy jött? Hát az egy érdekes dolog. Az aranyfálcán Dibék és Csabán voltam akkor, és a Szillámos Király című darabot játszottuk, amiben öt karakter szerepet kellett egyben egy darabon belül csinálni, úgyhogy a figura teljesen más volt. Tehát ott egy hercegprimás, egy, herceg egy káontkáezredes, egy órásmester, egy, egy dragonyos kapitány és a József herceg. Na most ezt úgy ha elképzeli, hogy vizuálisan, hogy figúr át kell maszkolni, és mindent másképp kellett csinálni. És hát bizony, jól sikerült. Szóval és hát a legjobb ö, alakításnak ítélték meg akkor az Arany Fácán Fesztiválon, de az az érdekes, hogy ez kétszer volt tulajdonképpen ez a díj, mert a második évben viszont a Lili Báron mentünk, ez 60-ban volt, még 60-ban, nem szerint, hanem a, város a városba. A városban. És akkor meg a legjobb énekes díját kaptam. És a Déri Nédi? Hát a Déri az egy, az ugye Miskolci vonatkozású díj, hát az egy, az, az, az nagyon szívemhez közel álló dolog, mert, mert azért egy város fejezi ki a megbecsülését ezzel a díjal és, és hát nagyon, nagyon megható volt a számomra, és nagyon örültem, mint ahogy most az örökös tagság, ugye, ami megint csak azt jelzi, hogy valami nyomot azért mégiscsak hagyok majd magam után, ha más nem, akkor egy fényképet a pénztárba. De hát azért ez fontos, nem szó, az ember, ha színész, akkor hiú is valamennyire, és ez jó esik. A 200 éves színház, ugye tavaly ünnepeltük mi Miskolciak, a Miskolci Nemzeti Színház, az ország első külszínházának a tulajdonképpen 200. születésnapját. Ön a Tatárok Magyarországában is benne volt. Milyen érzés egyébként, hogy tulajdonképpen bekerülnek a történelembe? Mármint a színház, hogy 200 éves színház évforduló, és hát, igen, hát, ez hát ez egy, ez egy történelmet írtunk. Dolog, hogy az első színház, ami Magyarországon, de mostani Magyarországon felépült, és megmaradt 200 évig ez a színház, tehát már eleve ez egy fantasztikus dolog. És hogy adományból az, jött hogy, létre? Hát, hogy adományból jött létre, meg, meg, meg az, hogy ennek a azért egy 25 éves nyomot hagy az ember. Ugye a Fedor Vilinnek van ez a könyv, ami nagyon helyesen ott meg, megörökít bennünket a 200 éves színház apropóján, és ott van a fénykép, tehát ezt majd azért a Késői utókor is látja, hogy ki ez itt, ez, ez is, ez is itt volt. Önnek egyébként vannak gyermekei? Igen, van egy fiam. Unoka? Kettő. Tehát akkor azért már hagyott nyomot maga után, mondja, hogy a fényképét, hát nem csak a fényképét akkor. Hát, igen, igen, ez, ez, ez valóban így van. Most miben játszik? Hát most a Csárdás királynő a ja, talipet fájlás amikor játszottam ugye a Feri a jó pár évvel ezelőtt, ugye Sere Sildivel, és akkor még az Erika volt a Szilvia. Hát most meg a öreg herceget játszom benne. Ez egy ilyen... Nagy sikere darab, én magam is kétszer láttam, úgyhogy gratulálni tudunk hozzá. Igen, hát nagyon szereti a közönség, mm. és egy, egy hál' Istennek nincs elrugaszkodva a, a, az eredeti darabtól, hát egy kicsit mis, miskolciasítva van, de ez nem áll. Nagyon átúr. miskolciasítva? Nem baj, mert... mert mm, ez is... nagyon, hát ez csak a miskolciak értik, amikor a Így van, darabban lyukó meg a menjünk lyukóba, ja, igen. igen, ezt igen. Nem érti más, de, mm. de hát itt vagyunk, Miskolcon végül. És hogyha Miskoci közönségnek kell, hogy hogy fölismerje saját magát. Nagyon, nagyon szeretik, nagyon szeretik. Olyan minden minden reakciót jutalmaznak. Lehet még ilyet kérdezni a korára való tekintettel, hogy van szerep, álma? Nincs. Eljátszott Nincs. mindent, amit szeretett volna? Nem. Egyáltalán nem játszottam el azt, azt, amit én szerettem volna. Mert mit szeretett volna? Hát sok minden mm. olyan mm. néze? ugye mondtam, hogy én túlkoros voltam, amikor, amikor, tehát 31 éves voltam már, amikor elvégeztem a főiskolát. Azok az emberek, akikkel én 18 éves koromban, ha felvettek volna, mint a kendverebes, hát hol tartottam volna? Eljátszhattam volna a Hamlettől kezdve mindenfélét, de mire kikerültem, én már öreg voltam. Tehát én már nem játszhattam. Bonvíván szerepeket eljátszottam, az nagyon jól állt nekem. De, de már olyan veretes dolgokat nem nagyon játszhattam, amiket fiatalok játszanak, mint ahogy most nálunk ezeket a szerepeket, amiket ma játszanak. szerepét talán a legfiatalabb a... színészük játsza. Igen, de de hát ott vannak nagyon jó prózai szerepek, amiket nagyon szívesen eljátszottam volna valamikor, de hát már, már elkéstem akkor, amikor kikerültem a főiskoláról, tehát nekem megmaradt az. Így, így aztán a filmekből is nagyon kimaradtam. Szóval, de már... tényleg erről nem Beszéltünk, vannak még <laughs> filmszerepei is. Vannak de de ezek filmszerepek. Hát, szomszédokba? Hát a szomszédokban a szomszédokba nagyon kicsi szerepen volt, jobb szerep volt a honfoglalásba, a szakra koronába, a sobriba, akkor a kisvárosba volt egy nagyobb egy egyest, és Szerepem. Mm. Hát ilyen kis picikék. Kis volt. játékfilmekben szerepel. Kicsi, szerepelt. kicsi, kicsi mm. voltak. Szóval engem a film nem fedezett fel. Hogy De ön szerette volna egyébként? Én azt nagyon szerettem volna, igen. De hát ez, ez az is egy olyan belső kör, amit, amiben nagyon nehéz bekerülni, és nagyon fenet tudják. most is látom, azt hogy ez 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 függő, ez az egész mert a mai sorozatokban nem is tudom, hogy kicsodák vannak, mert nem ismerem mm -hmm. őket, de ezek ezek nyilván már annak a rendezői gárdának a, csoportosulnak a, a köré, akik, akik, együtt végeztek, vagy majdnem egy korosztály, tehát ez, ez így működik. Úgyhogy... A színházon belül. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Mit kívánjunk Kincses Károly színművésznek, operaénekesnek, operetténekesnek itt a Miskolci Nemzeti Színházba? Mit kívánjunk elköszönésül? Hát, egészséget. Főleg egészséget szellemileg frissességet jobbat, mint most van és, és hát még azért szerepeket Hát legyen ez a végszónk Én köszönöm szépen Kincses Károlynak, hogy itt volt velünk, és hát akkor kívánunk egészséget és szerepeket Köszönöm, köszönöm hogy itt volt